Libegő, boppája, kalantúra park, műanyagborítású és hóágyúzott sípája. Többek között ezen élményelemek találhatóak meg a Zemplén kalandparkban. A Magashegyi Sportcentrum beruházásai közül már csak egy elem van, ami megvalósításra vár. Egy télen korcsolyázásra, nyáron görkorcsolyázásra alkalmas pálya megépítése. Ez egy 1000 négyzetméteres felület lenne, amelyben hűteni tudnánk a vizet és az időjárás lehetőségeit is figyelembe véve a téli hónapokban 3 hónapon keresztül korcsolyapályaként, és ahogy az előbb említettem, 9 hónapon keresztül pedig görkorcsolyapályaként működhetne, olyan, mint egy jégkorongpálya, olyan alakú. Ezzel elérhetjük azt, hogy rövid időn belül 500 000 látogatója lesz Sátorai Újhelynek, csak ezzel a turisztikai elemmel kapcsolatosan. Ez óriási lehetősége Sátorai Újhelynek, hiszen ebben szállás, étkezés és egyéb szolgáltatások igénybevétele is jelentkezik, ami pedig pénzt és munkahelyet hoz a városnak. A város önkormányzata mégis kíváncsi arra, hogy a sátoralja új helyeknek mi a véleménye, szükségesnek, fontosnak vagy kevésbé fontosnak tartják a korcsolyapálya megépítését. Ezért internetes szavazásra bocsájtja az önkormányzat a korcsolyapálya kérdését a város honlapján. Egy szavazást indítunk a város honlapján, amelyel mindenkinek a gépéről lehetősége van a feltett kérdésre válaszolni, akarja, szeretné, hogy legyen pályánk, igen vagy nem, vagy pedig nem tudja megmondani, és ez alapján, egy összesítés alapján kíváncsiak vagyunk, hogy ezek a vélemények hogyan ötvöződnek, és természetesen a beruházás előkészítése kapcsán ezt mindenképpen figyelembe fogjuk venni. Az elmúlt néhány évben jelentős változáson, fejlődésen ment át Sátoralja Újhely. A fejlődés egy újabb állomása lehet a korcsolyapálya megépítése. Ma már nem veszi senki rossz beruházásnak a kalandpark bármelyik elemét sem, hiszen pénzt a Sátoralja Újhely városának, tavaly 50 millió forint tiszta nyereségünk volt. Szeretnénk elejét venni ennek a dolognak, szeretnénk látni, én magam is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a vélemény ezzel az elemmel kapcsolatban. Hogy mennyire döntő és mennyire befolyásoló. Természetesen befolyásoló, de nem döntő, hiszen nem népszavazást írunk ki, és természetesen a képviselőtestületnek még döntenie kell a beruházás megkezdéséről, de őket, a képviselőtársaimat, magát a testületet befolyásolhatja az az eredmény, ami ezen a szavazáson kijön. Amennyiben a beérkező szavazatok arra teszik le a voksot, hogy megépüljön a korcsolyapálya, és a képviselőtestület is igent mond rá, úgy március elején megkezdődhet a beruházással kapcsolatos földmunka.